Szervusztok! Ebben a videóban megnézzük azt, hogy egy robóakkumulátort hogy kell üzembe helyezni, illetve ami benne volt akkumulátor, hogy ez miért ment tönkre. Van itt egy Kiwi Flash robogó, ami itt van nálunk javításon. Ebben az akkumulátor a téli leállás alatt tönkre ment, mert elfelejtették felrakni töltőre, így lemerült teljesen. Mivel hogy a robogóban még van egy hátráltató tényezőnk, a riasztó, ami álló helyzetben is fogyasztja az akkumulátornak a feszültségét. Ez így rontotta a helyzetem, mert hogyha megnézzük jelen akkumulátorunkat, ebbe 2,32 volt van. Az akkumulátor az, hogyha eléri a 10,5 voltos határt, az már a mély kisütés, és ott már maradandóan károsodik az akkumulátor. Ami lényeges, hogyha térre lerakjátok a motort, robogót, hogy mindenképpen legalább egy havonta felrakjátok töltőre, hogyha van benne riasztó, vagy bármi olyan fogyasztó, ami gyújtás levétele után is fogyassza az áramot a akkumulátorból, akkor az legalább 2 hetente fel kell rakni töltőre. Megmutatom ezt a csepp töltőt. Ez egy intelligens töltő, ami lényeges, hogy 12 volt 2 amper, ez a maximális áramerősség, amit le tud adni. Ami lényeges egy ilyen akkumulátornál, hogy ha megnézzük az új akkumulátort, ez 12 volt 3 amper órás. Ezeket az aksikat a 3 amper órának az 1/10-ével szabad tölteni. Szóval 0,3 amperes töltő az ideális neki. Na, akkor nézzük is meg, hogy hogy néz ki a csomag. Van benne az akkumulátorról egy leírásunk, mit milyen sorrendbe kell végigcsinálni. Ezt át is fogjuk beszélni mindjárt. Itt van benne a sav, ami be van keverve. Ezt csak bele kell önteni. Itt van az akkumulátorunk. Egyébként itt a csomagoláson még rajta van az akkumulátornak a mérete. A 114x70x85, illetve az akkumulátor sarunknak a kiosztása, hogy különböző nézetekből hogy néz ki. Oké. Akkor lehúzzuk ezt a fóliát. Itt ebben a kis zacskóban láthatjuk a sarunknak a csavarait, illetve egy ilyen tűt, rajszöget. Ha megnézzük közelebbről itt a celláknak a betöltő nyílását, akkor lehet látni, hogy ez a műanyag cső, ami itt van, ez ilyen féloldalas. Ez teljes mértékben kiszúrja nekünk a sav tartájának az alufóliáját, illetve ott látunk ilyen kis bevágásokat, ami a levegőt biztosítani fogja neki, hogy a tartályba kerüljön. Akkor a tartályt azt nem féloldalosan kell rátolni, szépen ráillesszük, és egy határozott mozdulattal átszakítjuk az alufóliát. Itt már látjuk is, hogy szépen elkezd feltöltődni. Valamiből kicsit lassabban megy. Hiába van hozzá ez a tű, ezzel nem szabad kiszúrni. Ezt szépen meg kell várni, hogy magától feltöltődik. Itt ez közben töltődik szép lassan. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor ezzel a záró kupakkal lezárjuk majd a beöntőnyílást. Ami lényeges, hogyha feltöltöttük, akkor pihentetni kell az akkumulátort 3 órán keresztül, hogy a sav szépen fel tudja szívódni, illetve csak ezután rakjuk fel töltőre. A töltést azt úgy kell, hogy
ugyebár ahogy beszéltük, a 3 amperórának az 1/10-ével töltjük, és legalább egy 5 órán keresztül. Hogyha viszont olyan helyzet áll elő, hogy motorral kell hazamenni, de a motor nem berugós, csak önindítóról indul, mert nincs rajta berugókkal se gyárilag, akkor tudjuk azt csinálni, hogy feltöltjük az akkumulátort, és abba várunk rá így 20-30 percet, hogy felszívódjon nagyjából az akkumulátorsav, ezzel már egy 60-70%-os töltöttségi szintet érünk el. De ettől függetlenül majd, hogyha megérkeztünk, úgy is tölteni kell, de viszont nem szabad azt csinálni, hogy így hagyjuk az akkumulátort, hogy feltöltjük, berakjuk a motorba, elindulunk, és utána nem rakjuk töltőre, mert akkor az akkumulátorunkat már újonnan egy 60-70%-ra elhasználjuk, és azt már nem lehet utána javítani. Szóval mindenképpen fel kell rakni töltőre, és egy 5 órán keresztül tölteni. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!